reggel, Vietnám, sziasztok! Lehet, hogy hallottátok, ahogy csörög a székem, ez a madár, ez meg itt azóta csetterek, teti a szárnyait. Figyeljetek, figyeljetek, el kellene menni az előző helyre, és onnan fel kellene szedni minél több dolgot. Úgyhogy annyira sok dolgot a képerre most nem fog magával vinni, jó? Úgyhogy arra készüljünk föl. Kaját viszek, fegyvert viszek, egy-két dolgot viszek, úgyis biciklibe megyünk, szóval olyan nagy problém nem lesz. 3 óra 36 van, lecsullankodunk, azt instant megyünk, jó? Jó. Várjátok, kéne jelölnem magamnak egy izét, egy útvonalat. Föl kell készülni, instant megyünk, nem szorakodunk semmivel, hanem annyi lesz. Nyomunk egy quick waypontot, ugye a másik ilyenkor eltűnik, és akkor húzzunk mind a vadlibák, jó? Az legyen a projekt. És annyi, hogy akkor felszerünk olyan dolgokat, amiket tudunk, áthozunk ide. Meg megnézzük a tradernél, hogy nincs-e valami jó, nem tudom, ásó vagy ilyesmi, tudjátok. Úgyhogy akkor azzal tudnák dolgokat csinálni. Ilyesmiben gondolkodik a Keeper Mama. Figyelj, itt van egyébként, nem messze. Ja, az a futó zombik lesznek ott, az a küldetés. Tetszik nektek a bázis, örülök neki. Fogunk vele foglalkozni. Úgy vettem észre, hogy az a bázisépítés is azért így igaz, hogy hosszadalmas, meg hát én attól félek, hogy unalmas. Egyébként nekem egyáltalán nem unalmas, mert én tök szeretek ezzel foglalkozni, hanem hogy nektek unalmas, de úgy veszem észre, hogy azért bírjátok. Úgyhogy ennek örül a Keeper. Na figyeljetek, irányba van állítva a becekli elvileg, ugye? Aztán már megyünk is, mint az örület, heee! Várjál, jobb fele megyek? Várjál, a pecsába, bezzel, mi volt ez? Neki poszadtunk a dolgoknak, figyelj, 3 kilométerre van, küldjük neki, mind az örült. Tudunk egyébként biciklin inni, vagy ilyesmi, fogadni mernék, hogy nem tudunk. Te, nincsen izén? Mi volt ez? Na! Videót meg kell néznem, nem jó, azt hittem, hogy izén vagyunk. Megint 4K-ba fölcsapta, mert ez szokás erdek az orderári hülye. Ó, bazd, mi a fasz? Hát mitől, merre jövök gyerekek, úristen. Ja, szokással egyébként most elfelejtettem megnézni, de úgy körülbelül 70%-ban azt csinál, hogy feldobja 4K-ba a felbontásomat, de erről szerintem már dumáltam is. Na. Gyerkőceim, az a franc legyen meg, hogy itt is izé van. Itt meg nem tudok átmenni. Ó, gyerekek! Mert a híd le van szakadva. Hát problémák vannak, problémák! Itt is van egy olyan, nézd meg, ott is volt egy olyan dartály, csak éppen szét volt verve, láttad? Na, fogunk sok mindent csinálni ebbe a részbe, de mindenképp el kéne menni. Leginkább az animal földre lenne szükségem, de egyébként lehet, hogy el fogok csinálni. Ha láttok állatot, mondtátok, hogy jóval kevesebb állat van egyébként. Úgyhogy az egy kicsit ilyen problémás, hogy most már nem annyira, nem topzódnak itt a szarvasok, úgyhogy kaját is nehezebb szerezni, viszont hogyha látunk, akkor azt lehet, hogy be fogom kockáztatni, hogy ha kell, akkor a pisztolya is, vagy a gépfegyverrel elővöm a francba. Egyébként régebben jobban elakadt a bicikli szerintem. Régebben ilyen teleptárgyakban is elakadt minden. Öreg anyán, menjél innen el! Ja, húzzunk bele gyerekek, és lehet, hogy valamilyen szinten rá kéne függnöm egyébként a bázisépítésre. 12. nap, hát valószínűleg 2 napot nem fogunk úgy végezni vele, ahogy szeretnénk. Állatokat, gyerekek, állatokat nézzünk ezerrel. Biztos ti láttok, én meg nem, úgyhogy ezt majd meg fogom kapni, hogy vak vagyok. Jó. Ja, elég lassan biciklizünk, mert visszafele meg még lassabban, jó lett volna egyébként enni vagy inni valamit, várjál? Nincs valami olyan PM, miért az inventorit nyomom meg? Nem tudom, iszok egy ilyet, hát valamit sok használ el, vagy valami. Na szerintem rohadtul el. Ugye a stamina reget kéne adni, de hát nem rakja ki oda, hogy ilyen buff van. Vagy ez mi, megiszol és akkor instant kapsz egy stamina reget, de nem folyamatosan. Nem ilyen, hogy nevelik? Overtime-os? Hogy így folyamatosan hat, hanem egyszer hat, az csá. Meg nem örülünk. Ja, jó messze van egyébként. Nagyon sokat nem kéne futkozni, úgyhogy jó, minél több dolgot próbáljuk meg elhozni. Meg amik fontosak, aztán amik nem fontosak, ott meg ott rohadnak meg. Majd egyszer elmegyünk arra, azt összeszedem. Olyan alapanyag, ami egyébként kellene az építkezésem, az jöhet. A víztisztítóm az jöhetne. Tábortűzből kiszedni dolgokat és akkor elhozni. A tábortűzt annyira nem fontos. Ugye a főző edény, meg esetleg a grillrács, bár grillrácsom az van egy plusz, de hát az sose baj, hogyha van belőle 2. Úgyhogy ez van gyerekek, ó, de lassan megy az a becekli, na.
kicsit és porulunk a sztaminával, mert látom, hogy itt ilyen szakarékos dolog van. Hát jó, a tyúkot meg majd elütöttem. Hát ez lehet, hogy nem tett jót a beceklidák. Apecsába, most meg hátra fele megy a hülye gyerek. Na, igen, hát ez nem volt jó. Bocs. Alig várom egyébként, hogy tényleg végre letelepedjek oda. Bár ugye szokták mondani, hogy nem a cél a lényeg, hanem az út. És én ezt így minden játékban, hogy mondjam, minden játékban ezt így szem előtt tartom. Hogy, és az életben is különben sokszor sokkal jobb az út maga, mint a cél. Tehát amíg elérsz oda arra a helyre, amit te meg szeretnél csinálni, akár legyen az egy bázis, hogy kész legyen. Jó, tök jó, örülni fogunk annak, hogy ott kész a bázis, meg, de ugye az, hogy ott meg tudjuk valósítani, az adja meg azt a sikerélményt, amit utána fog nyújtani nekünk az a bázis. Tehát, hogyha ezt instant megkapnád, lenne egy ilyen vagy itt csettintenék egyet, és megkaptam azt a piramist full készre, akkor az nem akkora sikerélmény, mint hogyha megépítem. És ja, ez a folyamat ez szerintem egy rohadt jó, és ez minden játékban. Ezt tudjátok, hol tanultam meg? MMORPG-kbe, MMORPG, hogyha valaki így tetszik, akkor így mondom annak. Ugye, amikor, nem tudom, ismertek a World of Warcraftot, vagy pedig Aeon, vagy pedig Lineage, vagy pedig, nem tudom, Guild Wars, vagy ilyesmi, ugye abban van az, hogy gyakorlatilag az egész játék egy folyamatos fejlődés, és amikor már úgy érzed, hogy elérte egy majdnem tökéletes szintre, akkor ugye mindig új patch-el növelik ezt a kihívás faktort, tehát mindig új cuccok, új szintek kerülnek be, amiket ugye később megint meg kell szerezned. És konkrétan ebben a játékban van az, hogy ha nem az a lényeg, mert igazából soha nem fogod elérni azt a célt, amit kitűzöl magadnak, vagy ha eléred, akkor is ugye egyből tovább lendül az a cél, egy újabb cél fele, és ott tanultam meg, hogy igazából nem azt kell értékelni, hogy ott vagyunk azon a helyen, hanem azt a folyamatot kell kielvezni, ugye. Például egy MMORPG-be dungeonökbe jársz, raidekbe jársz, és akkor ott megismersz embereket, elhülyéskedsz velük, akkor tök jó, hogy megint meg tudod azt csinálni, sikerélmény az, hogy végig tudsz csinálni vagyunk egy dungeon, és ez ad leginkább sikerélményt. Nem az, hogy megszerzed a legvégén azt a cuccot. Jó, utána leszel egy nagyon OP karakter, nagyon jó cuccait fognak lenni, de várjál, meg együnk egyet. Azt hiszem, hogy valamelyik, nem tudom, hogy ez. Sose tudom, hogy... De, na, ez az ilyen folyamatos stamina reged, vagy mi az? Vagy pedig az, hogy maximális staminát növelt? Lehet, hogy inkább az a maximális stamina, mert az előbb nem ennyi volt. 7 percre, de hát az is jobb, mint a semmi. Jó, az a baj, hogy böszme messze vagyunk, úgyhogy mindenki több cuccot kellene hazahozni. Egyébként nagyon büszke vagyok arra, hogy még nem haltunk meg. Ez is egy ilyen célkitűzés nekem most ebbe a játékba. Ja, lehet, hogy a hídon át kellene menni. Ja, mondjuk nem folytató. Egy minimap egyébként ebbe a játékba még így elfér volna. Lehet, hogy van valami modifikáció, ami ad minimapot. Mert akkor így ránéznél, aztán nagyjából tudnál az épületek pozícióját, hol tudod megkerülni, vagy itt van előtted egy folyó, vagy azzal tudsz-e valamit kezdeni, vagy át kell másznod rajt, úsznod rajt. De szerencsére nincs nagyon sok folyó így a körzetemben. Na, körülök, mert ugye nem is tudom, melyik egyik végigjátszásokban volt az, hogy folyamatosan folyón kellett átkelnem. Meg hát igazából az egy nagyon fontos dolog, hogy csináld azt, hogy telepedjél le a trader mellett. Mert ugye régebben mindig úgy telepedtem le, hogy a halál faszán, hogy szépen fejezzem ki magam. És ez úgy valahogy nem volt vidább dolog. Várjátok, nem hoztam idejét? Nem mondod. Jaj, de jó, itt van. Ó, azt hittem, hogy nem lesz, ezt nem tudunk fölmenni. Mondom, az úgy frankó lesz. Vagy lehet, hogy az autón kellene ezt így megoldanom. Erre nem tudom lerakni. Aha. Jaj, de jó. Mázli volt ez a dolog. De várjál, itt se tudok fölmenni. Hó, de hülye voltál. Bazza, keeper, kell csinálnod ilyen frémet. Mert ez meg be van izajelve. Hát azért már itt kapásba történnek a dolgok. Várjál, itt van egy fa. Ez ad fát? Pici. Jó, 6 óra 49 vált. Egyébként folyamatos idővel rohanás. Lehet, hogy meg kellene csinálnom azt, hogy így megemelem azt a időintervallumot, ameddig ugye tart egy nap. De hát annak sem lenne értelme, mert akkor meg ilyen retteletesen hosszú videók lennének, nem srácok?
Hozzá, így kell, itt elég lesz a 19 blokk. És a tököm ki van vele? Hol mentünk föl ezelőtt, gyerekek? Hát egyelőre itt föl kéne. Nem mondod. Jó, jó kicsi ösztebb a gabba, mi? Várja. 15 blokk csak elég lesz. A fakje! Jó. Akkor nézzük, hogy mi az, ami kell. Ebből... Jaj, itt le is égett minden, van kaja, víz, az nagyon kell. Főzőedény, ez. Azt ott rohadt meg, jó? Akkor ebből kiszedünk mindent, és megpróbáljuk fölvenni, nem tudom, hogy kell. Föl lehet tékelni, nagyon jó. Innen megnézzük, hogy mi kell. Aztán... Fú, gyerekek, itt aztán van minden is, passzus. Na várjál, aztán a kaját nézzük meg. Hát innen szerintem... Mi a fa... Mi a... Most ezeket érdemes nekem elvinni, meg ezt az egy makkot, nehogy már vigyük. Ezt elviszem, ezt elviszem, ezt elviszem, a fontosabb dolgokat. Jó, meg az animal fat, az kellene nekem. Oké. Okay. Most... Jó, maximum akkor majd azt csináljuk, kiszórjuk dolgokat, jó? A kávét is elviszem, meg ezt is elviszem, azt max... Max kiszórjuk. Na nézzük, hogy itt mi az, ami kellhet. Van egy fákjánk, az jó. Ezt nem használom szerintem. Ezt elviszem, a cementet. Ezt elviszem, a vasat. Ezt elviszem. Nézzük végig, várj, ez nem... Ezt elviszem, na, nem viszem el, négy darab nem viszem el. Na, ez se kell szerintem, ez se kell. Benzin, nem kell nekem benzin szerintem. Scrap metal, nem hiszem, hogy kell. Úgyis bányászni fogunk, majd fogunk találni, ezt elviszem, mert elvigyük a rezet is, jó? Ami úgy nagyjából elfér, azt elviszük. Vigyünk helmet light módot, sőt, azt meg is kellene csinálnom. Azt más itt rohadt meg szerintem, gyerekek. Tényleg nincs is nagyon olyan, amit így elvihetnék. Várja, a helmetet azt hogy tudom megmodolni? Ugye ezt modi. És hol van? Ezt akkor bele tudom rakni. Na, és ezt mivel tudom fölkapcsolni? Fel. Oké, ezzel már jó is vagyunk, más nagyon nem akarok elvinni, tényleg nem. Vissza fogunk jönni mindenképp, mert a 14. napot itt fogjuk tölteni, ugye valószínűleg. Mert nem hiszem, hogy túl fogjuk élni még az új bázisunkba. Úgyhogy ez így fog történni, gyerekek. Oké, gyerekek, hol hagytam a biciklit? Elől? Elől. Négyre túl vagyunk terhelve, figyelj. Mi az? Torcsot. Torcsot mi hiányzik hozzá? Animal fat wood. Baze, az összes woodot elcsesztem. Várj. Jó, nem. Majd közben csinálunk valamit. A frances sem bele, hogy ennyi ideig tart. Ez úgy utálom. Jó. Húzzunk haza. Rohadt sokáig tartott. Lehet, hogy egyszerűbb lett volna vadásznom. Nem sok minden volt érdemes ide jönni. Jó a kaja, az jó volt. Meg itt megnézem esetleg, hogy van-e valami olyan dolog, ami nekem úgy, esetleg jó lehet. Meglessük, hogy esetleg van-e valami. Főleg szerszám, esetleg fémszerszám, ilyesmi jár nekem, bár lehet, hogy még nincsen. Inventory. Szerszám. Ez az amil, ez lehet, hogy jó lenne, nem? Ez csak ilyen gyorsít dolgokat. Jó, hát akkor cseszhetem az egészet, már én semmi olyan dolog nincs, ami nekem nagyon jó lenne. Ugye? Nem vagyok boldog tőle. Lőszer van. Várj, építő anyag, az hol van? Ez. Iron. Cobblestone. Figyelj ezt, megvesszük. Cobblestone-t megvettem, betonja nincs esetleg? Woodot megvegyük 75. 450, hát sok értelme nem lenne. Az Iron-t azt lehet, hogy megveszem. Meg lehet, hogy megveszem a Steel-jét. Steel-jét lehet, hogy nem kéne megvenni. Mert ugye azzal fel tudok a ajtó... Ne veszélj bele, amikor én beszélek! Ajtót ugye fel tudjuk upgrade-elni, ha úgy van. Úgyhogy ez tök jó lenne. Oké, megyünk haza. Na! Hát van egy kis cobblestone-om, meg otthon is volt ugye, úgyhogy fel tudok nagyjából upgrade-elni dolgokat, ez tök jó lesz.
Nem mondom azt, hogy egyébként a 14. napot ott nem tudnám túlélni. Amit én csinálnék, leginkább, így a bázissal kapcsolatban, hogy a következő lépés az lesz, hogy a bejáratot meg kell csinálnunk, mert különben nem tudunk bemenni, ugye. Úgyhogy arra meg ásni kellene, és az a baj, hogy ilyen nagyon koki ásom van, meg kell nézni, hogy tudunk-e jobb ásot csinálni. Úgyhogy egy csomó mindent kéne csinálni, várjál. Nincs semmi olyan, az ez se, izéje, ez se. Ja, nem tudom usernét, hogy rohagy meg. Jó, hát biciklizés van. Fú, hát ezt nem szeretem egyébként, ez a legnagyobb tétlenség, amikor utazol. Főleg egy olyan helyen, ahol már így végigjárt. Tehát figyelj, mekkora épület. Mi? Kúria, itt van a gyerekek. Itt az biztos tele van a zombivel. Szerintem egy ilyen 4-5-ös környéke lehet. Ekkora épülettel. És rohadtul igaza van annak, aki írta, hogy most már nem, nincsenek állatok. Hallod? Egy tyúkot láttunk ott. Emlékeztek. Bár az lehet, hogy nem annyira zsíros és Animal Fedet nem nagyon dobott volna, úgy, de lehet, hogy egyébként Animal Fedet az dobna a kutya is, ugye? Az olyan kutya, tudod milyen kutya. Várjál, nyomunk egy olyat, hogy jaj, már megint az inventory-t bazzer. 14-es szintűek vagyunk, tök jó. Megyünk egy ilyet. Meg akkor ígyunk egy ilyet. Aztán hátha valamit okoz. Mindenképp kell lenni meginni. Mennyi testvére, meg addig legalább egy kicsit töltődött a staminám is. Na jó, meg 2 kilométer. Jó, annak gondolkodok egyébként, hogy lehet, hogy igaz, hogy túl vagyunk terhelve, de lehet, hogy nem oda fogok menni, hanem, várjál már, hanem meg kéne jelölnöm. Figyelj, micsoda kis utak vannak itt, gyerekek. Meg kéne jelölnöm. Már hogy kell ide? A faszod az. Hogy megjelöltük, az kicsit egyel közelebb is van. És akkor lehet, hogy hát leginkább azt kellene, gyerekek, hogy kellene csinálnom bejáratot. Azt meg valahogy ki kéne találni. 9 óra 26-ban szerintem egy olyan 11 óra érünk, és akkor valamit halantjunk már. Vagy pedig megcsináljuk azt a küldetést? Lehet, hogy akkor haza kéne menni, és meg kell csinálni a küldetést. Lehet, hogy az egyel jobb lenne, nem? És akkor valószínűleg, hogy már szintet meglépném. És akkor még nagyobbat tudnék ütni, meg ugye le tudom craftolni a 6-os kalapácsot, és akkor nyilván ez a kalapács stílus, ugye azt hiszem, hogy van ennél nagyobb kalapács, ami fém. Meg ugye hát szét lehetne modolni őket, azokat is mondjuk nem ártott volna, hogy a modokat elhozzam, vagy átnézem. Csak az a baj, hogy ez a játék, gyerekek, konkrétan egy rovarás az idővel. Azt tudom csinálni, hogy így esténként, amikor nem is veszem nagyon azokat a részeket, akkor így átnézem a cuccaimat. És ugye például itt vannak ezek a cuccok, és hát igazából az inventoring meg véges. Ja, egyébként tudom, a biciklibe tudtam volna pakolni, hát ez most nem történt meg, srácok. Menjünk, az annyira annyira jó lenne egy motor, mert ugye ott nincs stamina probléma. Egy motort összedobni legalább, még ha nem is autó, nem is érdekel, ha motorod megvan, szerintem onnan már azért nyert, ugye van, tök gyorsan tudsz közlekedni, és nem itt, nem állandóan azon küzdesz, hogy a stamináddal nem tudsz mit csinálni. Jaj, hogy arra sem nem ette meg, jaj, bazz, halljátok, ez nagyon triál volt. Ráadásul még kézére is értem kerékre, nem tudom egyébként mennyit bírnak ezek az eszközök, egyébként 59%-on van már az a bicikli. Gondolom, nem tudom, hogy teljesen tönkre megy-e, vagy így széttörik-e, vagy pedig az történik vele, hogy csak nem tudod használni később, hogyha jobban összetöröm. Mármint, hogyha lemegy nullára, akkor mi fog történni? El fog tűnni konkrétan? Vagy pedig csak annyi, hogy nem tudom használni, és meg kell javítanom. Mert akkor lehet, hogy kellene ezzel foglalkozni, hogy megjavítani. Nem tudom, hogy ez hogy van, hogy van külön ilyen vehicle-i javítókészlet, vagy pedig simán a javítókészlet, mert van ilyen javító tool, vagy micsoda, azzal tudom-e javítani. De hát ezt könnyen meg tudom nézni, csak egyelőre tényleg idővel rohanás van. Ebben a játékban erről szól. Meg igazából minden Survivor játékban, nem? Arról szól a dolog, hogy rohansz az idővel, idő ellen dolgozom. Jó, elmegyünk haza, fölviszem a cuccokat, amik nem kellnek, aztán azokat majd átnézem akkor éjszaka, ugye akkor mindig az lesz. Föl tudom állítani most már a vízlepárlómat, mert ugye az a baj, hogy itt nem tudsz gyakorlatilag vizet szerezni, nincs az, hogy üvegbe belemerítesz, hanem folyamatosan kell ilyen vízlepárlót, vagy valamilyet működtetned. Úgyhogy ez is egy probléma.
Egyébként rohadtul élem ezt a játékot, csak már egy kicsit lokálisabban kellene mozognunk, nem az, hogy bejárjuk itt az egész területet. Kicsit bánom egyébként, hogy nem a város jobb oldalára kezdtem el építkezni, már csak azért, mert ott van egy ilyen rohadt nagy hegy. És akkor azt valahogy lehet, hogy be tudtuk volna kötni az egészbe, látod, ott túloldalon, ott van egy rohadt nagy hegy. Lehet, hogy az mondjuk nagyon messze van, de lehet, hogy tudtunk volna valamit kezdeni azzal. Lehet, tök jó lett volna. Na, itt a minimap mód az nagyon segítene, például abban, hogy lássam. Tök jó, hogy ebbe a kiégett földbe is azért nem ilyen nagyon füstös minden, hanem így azért ellátsz valameddig. Na, menjünk haza, jó? Ja, itt van ez a hülye folyó, vagy tó, vagy micsoda, gyakorlatilag ez egy... Ja nem, de ez a tó. Oké, nincs semmi probléma, minden oké, 10 óra 44 van. Hát ja, itt korán kell kelni ebbe a járni. Még jó, hogy nem kell aludni, gyerekek, mi? Még azt hiányozna. Igen, ez a leszakadt híd. Ezen a szélén elmegyünk elvileg a városnak, akkor az jó lesz, mert akkor oda fogok érni, ugye az én. Hát itt a Jenny például, ugye. Itt a Jenny. De nem itt a Jenny? Az a párt faszált. Ja nem, itt templomban van a Jenny. Összekevertem. Itt is van ilyen motel. Hol ott pecsbe van az izeink? Kecong. Arra. Kb. Ugyanazok az épületek ismétlődnek. Mi az a baj, hogy ugye... Ez mi ez? Tök jó ilyen piactér. Ebben az mennyien vannak te gyerekek? Menjünk már, érjünk már haza. Mi az istennyire van? Nagyon messze. Itt van bal oldalt, mindjárt odaérünk, gyerekek, nyugalom. Van itt rendőrség, minden. Ja, ilyen kisebb városban ugye nagyobb épületek nem spawnolnak le. Ahol elvileg a tier 6-os questek is tudnak létezni. Látjátok, itt van az a nagy hegy, ennek a város ezen oldalán, mi meg azon az oldalon telepettünk le. Ezzel egy picit nem vagyok teljesen kibékülve. Itt ezeket a nagy hegyeket lehet, hogy jobban, könnyebben meg tudtam volna látogatni, vagy valamit lehetett volna velük okozni. De bazze, ott volt egy izé. Ott volt egy kutyaház, én meg itt megyek, mint a messzes. Jó. Szuper. Ezt a questet meg kellene csinálni, itt van tőlünk egy köpésre. De rohadt gyorsan ki kéne pakolni. Alapanyag. Oké. Alapanyag. Egyelőre kirakjuk a dolgokat. Egy ilyet magamnál kéne hagynom. Ezt meg ugye le kéne raknunk valahova, úgyhogy ezt ide rakom. Alapanyag. Ez is ide megy az alapanyaghoz. A fákját meg kéne majd csinálni. Kaja. Kaja halpanyag az ide megy, ez is ide menjen. Nem, ezt magammal viszem, ezt is ide rakom. Ez maradjon nálam, lehet, hogy kell lenni. Ez így, meg ez is maradjon nálam. Ezt a fákját meghagyom, mert szerintem nem fogunk ide már följönni. Viszont akkor az alapanyagból a rongyok kellenének. Hol vannak a rongyok, gyerekek? Kell rongy, meg akkor kell majd fa. Oké, akkor megint is vagyunk kb, ugye? Nincs fám van állam, mindjárt lekraftolom a legnagyobb buzogányt. Sőt, lehet, hogy azt csináljuk, hogy... Várjál! Valamit elcsesztem. Alapanyagnál. A pecsömben van. Ja, itt van ez. Ezt leszkrepelem. Ezt akkor már meg is tudom csinálni. De várjál. Ne kapkodjál annyira, képer. Ez mi az, hogy ott leszakad? Vagy miért rózsaszín? Vagy jó azért? Jó az. Oké, működik ez is. Egyelőre ugye csak itt tudjuk használni. Torcsot így akkor tudok csinálni 8 darabot, tök jó. Meg egy izét kellene csinálni, egy ilyet. Ezt a S betűs weapont. Nehogy már kirakdám. Mi a pecsöm ennek a neve? Stone. Mi kell hozzá? Mi nem tetszik neki? Fiber, és azt kiraktam, meg a small stone-t. Fiber kell, meg stones. Small stone. Hol az anyámban van, azt hallod? Nincs a fiber-öm. Mi van a fiber-öm? Ez hol az anyámban tűnt? Mi van? Ott hagytam? Vagy mi az anyámban? Meg small stone-om is hova tűnt? Mit csináltam, bazze? Elbasztam valamit, gyerekek. Hol van a small stone-om? Itt van, bazze. Mert ugye ide raktam, amiket vissza akarok szedni. Jaj, bocsánat, igen. Jaj, de jó. Oké, és akkor tudok egy ilyet craftolni.
és a legjobb lesz, ezt meg leszkrepeljük, és akkor az meg a legjobb lesz. Csak közben még csinálja ezeket. Jó, addig elballag a ködös rácok, minden oké lesz. Kéne egyet ennünk, együnk egy tojást. Aztán csapjuk neki. Megcsináljuk azt a questet, jó? Úgyhogy azzal fogunk foglalatoskodni. Csak itt már valami legyen. Jó, inkább ezt csináljuk meg, utána meg akkor berakom vissza az izét, a torcsot. Ez az. És akkor hatos szintű. Hatos szintű, gyerekek, majdnem azt mondtam, hogy mentsünk egyet, de hát azt nem nagyon fogjuk csinálni. Ezt lejavítom, ezt akkor veretjük neki, 45-ös, 45 méterre van. Ez talán nem lesz annyira nagyon brutál nehéz, 12 óra van. Ez mi ez valami buszállomás? Egy autószerelő hely, mi vagy mi ez? Hűha. Ja, hogy itt futnak? Már elfelejtettem, hogy itt futnak az obbik, he? Hú, a rohadt életben, gyerekek, elfelejtettem. De nem mind, úgy látom, nem mind. Rendőr! Azt a kurva életbe! Rendőrt leszedem, nem érdekel. Hú, bazza, ebből elém elfetett, nem tudok szedni, vagy valamit? Mit tudok ebből szedni? Azt a betyár, rendőr volt, gyerekek. A jart meg akar támadni. Jó, a rész miatt elraktam. Ezt meg gyors megnézem. Addig kiüti talán a falat, nekem nem kell. Ó, jó van, vigyünk, gyerekek. Most már tényleg mindent azt kéne, hogy mindent összeszedni. Ó, ez is fut, vigyázz. Azért a hatos izé, Hammer azt tudja dolgát, nem? Hatos Hammer tudja dolgát. Mi fasz? Jó, hogy te! Mi a picsa van? Jó, hát ez a hatos Hammer, ez tudja, ez jó, ez köll a gyerekek. Jó, itt is körülnéznek, tudom, arra kell menni, de itt megnézem, mi a franc van. Mi a picsőm van így? Ezek a hangok, ezek csodálatosak egyébként. Jó, de talán nem jön föl most. Az mi a pöcsi van itt, gyerekek, kemény dolgok. Megvan a legjobb Hammerunk, valami jó modifikáció kellene majd rá, aztán akkor tutik lennénk. Nem tudom hol nyög, szerintem ott kint van egy még, megint. De a tartály ezt felrobbantható, azért azt megnéznék egy ilyet. Itt egyébként érdemes nézegetni a trash-eket is, mert ugye elég jó a... Gyertek, barátaim! Egyet klikvitáltunk, nézzük, melyikek futnak. Nem fut egy se? A csajnak letéptem a kezét. Mi szóljunk kevélye? Nagyon jó vagyunk, gyerekek, nagyon jó. Komolyan mondom, nem bírom. Ó, meg is vagyunk. Ennyi volt? Ez jó. Odani armor öcsév. Ez ilyen staminát meg mindent zabál. Én annyira nem szeretem ezeket. Pump action shotgunnak való cucc. Nem ijászkodunk, ne ragudjál. Hát ez majdnem megszívottam magam, öcsém. Hol hörögnek? Mi a fasz? De valami itt nagyon komoly dolgok történnek. Kutya! Kutya hang! Eskü kutya hangban. Mi ez a hang? Morgás hang, mint a kutya.
Te nem látod. Pont rám küldött egy zombi hordát. Vagy ez zenében van ez a morgás, brutál. Hogy mikor vagyok, nem, azért nagyon, nagyon para. Jó, szedjük össze a cuccok a gyerekek, itt mindenki meg akar ölni, hallod. Oké. Húzunk a francba gyerekek, mert ez már nem tartozik a küldetéshez. Jó, szerintem így meg vagyunk nagyjából, nem? De trolljon meg a többi. Ebben mi van? Kinyírjuk őket? Nem bírom ki, hogy ne nyírjam ki őket. Jó, hát XP, XP gyerekek. Oké, okay, oké. Okay. Hol a biciklim? Valamelyre erre dobtam el. Hol dobtam el a biciklim a gyerekek? Nem láttatok a biciklivel? De mi a franc? Mi a francot dobtam el? Ja, nem is jöttem biciklivel. Mindenjól jöttem gyalogszerre. Jó, van gyerekek, meg volt ez a küldetés. Szarra vagyunk terhelve, tudom. Lehet, hogy útbejtjük, és akkor kiszórjuk a dolgokat. Megint ez a hülye, Prometheus-szerű ambience van. Úristen, nagyon para. Na, alapanyagok. És akkor használjuk már ezt a dolgot így. Meg... Ez mennyibe kerül? El tudnám adni. Nem, figyeljetek, ne adjunk el semmit. Legyen az, hogy gyűjtögetünk. Jó, gyerekek? Gyűjtögetés lesz, aztán tudunk majd hasznosítani. Majd szépen szétszelektálunk minden gyereket. Az lesz itt a projekt. 9 darab torcsom van. Az úgy fasza. Gyorsan leadjuk a küldetést, meg elmegyünk, megnézzük a bázist, kivilágítjuk meg ilyesmi. Kicsit így barátkozunk vele, tudod? Úgyis útbe esik majd, hogy nem. Egyébként nagyon szeretem azt a bázist, imádom. Lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy éjszaka... Az a baj, nekiállok ott ásni, azt történik, hogy... Megint ez az ambient, ez a dübörgés, ez annyira para. Nem tudom, milyen alien filmekbe szokott ilyen lenni, aztán hozzáadódik ráadásul ahhoz, amit építettem, azt így szar, befosok tőle, konkrétan. Oda támasztottam a beceklit. Na, mit adsz, saját? Adja építőanyagot, mert az nekem nagyon kéne most. Hú, Tactical Warfare, micsoda izéket kapunk. Herbal antibiotikum, nem tudom, hogy melyiket lenne érdemes. Első segély csomag. Ez mi volt? Mintha kopogadom el valaki. Adja a másik... Ez mi? Várjál. Oké, okay. Ez van legközelebb, de most megyünk. És jó. Megyünk gyerekek. Na, a bicikliben van a izében. Ó, a francia sem belé. Na. Egyébként ilyenkor miért nem rakja le instant ide? Azért jó lenne. Mondjuk lehet, hogy van valami beállítás is rá, hogy jó, nem tudod lerakni. Ja, ideben lehet, hogy nem tudja lerakni, mivel ez olyan terület. Aha. Jó, gyorsan meg akarom nézni, hogy hogy állunk a piramiddal. Meg ki akarom világítani, hogy lássam, hogy mégis milyen a belseje. Ó, szép ez, szép ez. Jó, mert igazából jó messze van tőle, aztán a zombikat akkor nem nagyon spawnolja le, szerintem. Ott van egy, mondjuk azt mindjárt hátba verem, aztán bemegyünk. Meghalt? Meg. Oké, okay, gyerekek. Hohohoho, jó, nagyon íző, nagyon para egy hely, rendesen fosok ebbe ezen a helyen. Na, arra gondolt a keeper, hogy ezt valahogy úgy kéne csinálni, hogy... Egy. Ez hányosan van? A harmadik, kettő. Hát ezt itt kell a világítás öcsével, hát ez neki se világítja. Három. Azért ez semmit nem ér. Négy. Öcsém, ez semmit nem ér itt, hallod? Úristen, hát ez akkora para ez.
Akkor para ez a hely. Én rendesen hülye vagyok, gyerekek. Várjátok, rakjunk. Mennyi van még? 5 darab van. Rakjunk a középső... Ja, nincs középső oszlop. Akkor rakjunk erre az oszlopra. Rakjunk erre az oszlopra. Mondjuk ez egy jó hülyén néz ki rajt, és ez engem szokott zavarni. Rakjunk akkor ide, mondjuk ide az ajtó fölé. Hát az is hülyén néz ki. Á, ne! Rakunk az ajtók fölé ide. Valamennyit azért jelentem. Nem oda. Nem oda mondom, bazzer! Fú, bazzer. Ezen a kiégett erdőben ez az ambient. Plusz az, hogy ez van ez az épület. Plusz, hogy sötét mind a dög. Ez tiszta horror öcséje, nem? Olyan sötét van ebben az épületben, mint a szar. Jó, de egyébként parami jól néz ki, imádom. Nagyon imádom. Na, azt kellene egyébként, hogy akkor itt kellene leásni, és akkor meg ki kellene, figyelj, ki kéne tűzni, hogy hol lesz a hol lesz a bejáratunk. Ugye, körülbelül nem kell olyan nagyon mélyen, körülbelül még egy ilyen 6-7, 5-6-7 blokk mélyen, ugye ez le fog jönni a piramis, itt lesz az árok. Ja, sőt, egy olyan 5 blokk mélyen elég az. És akkor úgy kéne megterveznünk, hogy valami egyenes vonalba kéne a bejáratnak megtörténnie. És egyenes vonalba két dolog lehet, vagy onnan fogunk bejönni, vagy pedig onnan. De én azt mondom, hogy úgy kellene ezt megoldani, hogy a Trader Johnnyhez irányítsuk magunkat. Tehát akkor a bejáratnak körülbelül valahol ide kellene kiérnie. Oda valahol. Tehát akkor innen, így, elmegyünk arra. Megjelölöm a bejárat helyét, jó gyerekek? Az lesz a következő. Egy tök jó, mert így ki tudod mérni, pontosan. Ugye az a közepe, az a lényeg, nem szabad jobbra meg balra eltérni. És akkor kijelölünk egy pontot, ami a bejárat, a bejáratunk lesz. Van a lényeg, hogy már az épületnek a izébe ne kerüljünk bele. Vonzás körzetébe. Valahol itt lenne egyébként jó bejárat. Ugye? És akkor itt megcsinálni egy ilyen rendes lejáratot. Lépcsővel, ajtóval, mindennel. Szépen, nem csak egy ilyen lefúr valami, hanem tényleg szépen megcsinálva. Értitek, hogy mit tudom én, valami ilyesmit. Mindjárt megmutizza a keeper. Így, és akkor ugye így lemegy szépen, és akkor úgy kell bemenni. A védművek úgyis eddig nem fognak eltartani, meg akkor már azok felszínen fognak lenni, szóval akkor ez itt lesz a bajára, gyerek. Itt lesz a térkapunk, itt fogunk kijönni, az tök jó. Egyébként ide csinálhatnék a kocsinak egy garást például ide pont, és meg a dolgoknak, és akkor azok meg kint árolódnak, érted? A zombik nem kezdenek egy blokkot ütni ott, ahol éppen terem vagy, szóval nem fogják szétverni a garázsomat. Tényleg itt kell a kijáratot megcsinálni, de meg egy garást. Kész. És akkor ide biciklivel ide bedurrantok, vagy motorra, autóval itt meg, akkor befutok, kész. Az nem tart sem eddig oda bejutni. Szerintem ez itt tök frankó lesz. Azért elég epikun néz ki az az egész. És akkor innen tudok autóval, vagy motorra, vagy bármivel menni. Ugye Trade Engine az arra van. Ugye balra tőlem, igen. De viszont a városba meg egyben be tudok menni. Így, akár merre közlekedni. Na, szerintem ez így tök frankó, 17 óra van egyébként, fú, pedig nagyon, nagyon neki állnék ám. Nem tudom, melyik oldalról kezdjük meg. Várjál, barátom, te nyugtalan vagy. Mekkorát súlyítunk ezzel, nagyon brutál. Figyelj, hatosat, ezt mennyire lehet felmodolni? Ebben három darab modot tudunk rakni. Ja, a modokat akkor majd kell figyelni, hogy ezt jó fel kéne modolni. Vannak gondolom ilyen vérzés, meg mindenfélét adó modok, vagy nagyobbat ütsz, meg ilyesmi. Nem tudom pontosan honnan kellene indulni, de lehet, hogy belülről. Vagy innen. Na mindegy, 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 tök mindegy, honnan indulunk. Figyeljetek, meg is csinálom ennek a kialakítását nagyon gyorsan, jó? És akkor, ja, itt lesz egy garázs, meg lesz egy ilyen kiárat. És akkor így fogunk tudni bejutni.
Nem muszáj, érted, most garázsnak ott benne lenni alatt, a fölösleges végigfúrni, mit tudom én, öt sor végig szélességbe. Jó, ezt megcsinálom, még van egy fákjánk, azt föltűzöm mindjárt tetejére. Lesz rajta egy ajtó, és akkor elkezdünk majd leásni. És akkor utána nem tudom, egy ilyen, nem olyan túl mélyen akarok egyébként, tényleg fölösleges olyan túl mélyen, nem itt fogok tartózkodni, tehát valószínűleg nem fogják nagyon betámadni. Ez tök jó, hogy így meg tudsz mindent építeni, ezt később ugye tudod upgrade-elgetni. Várjál már, kellene a mentettek közül egy ilyen. Ugye? Valami ilyesmibe gondolkodik a keeper, hogy egyből menjen is lefele, tudod. Úgy. Konkrétan csak ennyi legyen, tudod, fölösleges tovább gondolni ezt. Na, várj, ott egy kő. Lol. Oké. Okay. Ja, egy ilyen lesz. Ilyen lesz, rajt lesz egy ajtó. Ezt várj, azt ki kéne venni. Nem elég a hely. Nem elég a hely, gyerekek. Szerintem nem elég a hely. Hanem még egyel följebb kell. Vagyis hosszabbnak kell lenni, mert nem lesz elég a hely a beltér. Beverem a fejem, érted? Nem jó az. Úgyhogy akkor mindjárt pillanat. Ide még rakunk ilyet. Ide ilyet, ide ilyet, ide ilyet, ide ilyet, ide ilyet, ide ilyent, és akkor már jöhet is. Hú, gyerekek! A keeper az nagyon belebonyolódott ebbe. Meg ilyenre esetleg akkor ugye lehet még egy plusz lapot is rakni kívülre, hogyha akarsz. Na, ez már egy kicsit barátibb. És akkor ugye itt le tudunk menni, meg akkor ide be is tudunk forgatni esetleg blokkot. Így, meg így, és akkor így. Így fog levenni, tudod. Szerintem ez is frankó. Dort azt tudok már craftolni? Ó, tudok. Tudok még ketteset is, tök jó. Jó, craftoljunk. Ebben nincsen tierje. Egyeset tudtunk craftolni, kész, meg is vagyunk. Szuper. És ezt le is tudom rakni, ugye? Ezt ide rakom addig. Nagyon tuti. Oké, fákját fölé. Kész. Micsoda izai vannak, figyelj. Átszűrődések ott a fán. Oké, kész van, srácok, akkor itt fog lenni, ezt még kiverem itt, kiverem itt a sarokba, jó, ezt a kettőt, és akkor itt viszont meg lesz egy garázs is, kapásból, mellette itt kijövünk, garázsba szépen át tudunk menni, esetleg majd tudjuk úgy bővíteni, hogy egyből a garázsba is be tudjak jönni, ugye, hogy itt lesz egy mondjuk egy ajtó, és akkor a garázs, nem, a garázs itt lesz külön, a garázs ez külön lesz. Remélem, jól terveztem meg. Ja, nem szeretem a létrán futkozást, úgyhogy inkább ilyen lesz. És lehet, hogy akkor ott is az lesz. Mondjuk ott mehet létrával, az nem olyan gáz. Ez viszont nagy helyet foglal, de itt ugye nem gáz, hogy nagy helyet foglal. Na nézzük meg akkor, hogy jól terveztük meg. Itt menjünk végig középen. Ne ugorjunk el oldalra. Igen, pont a közepére jössz ki. Tökéletes, srácok. És akkor ugye itt meg, majd akkor a létre folytatódik lefele. És akkor föl tudsz jönni. Hú, ide is jó lett volna, izé. Mi az? Ó, tökéletes, gyerekek. És akkor ott van a bejáratunk. Fákat kivágjuk majd közben. Valahogy kinézzen ez az egész. Tök jó. Na figyeljetek, azért ezzel azért így elboldogulsz, nem? És itt van, ott van Jenny. Jennyhez is közel vagyunk, tök jó nagy plac, belátjuk az egészet. Rohadt jó. Nekem ez nagyon bejön. Ez nekem nagyon bejön. Igen. Ásni kellene. A következő részben szerintem ásni fogunk. És akkor fel tudjuk upgrade-elni a különböző helyeket, blokkokat ugye. Hát egyelőre még azért csinálom átjárhatóra, hogy zombi betéved, akkor menjen át rajt.
ne legyen bele gond. Annyi, hogy itt még lehet, hogy kiütöm ezeket a... A kettő között én kiütöm ezeket a... Az alagút nem tudom milyen mélyen menjen. Azt lehet, hogy belülről fogok elindulni. Nem, innen fogok elindulni fölülről. Innen fogunk elindulni, és akkor leássunk szépen. Így 45 fokba, és akkor úgy, amikor elérünk oda, akkor meg ugye fölássunk. Vagy pedig leások, de akkor már bele fogok érni abba a csatornába. Szépen kibetonozzuk majd az egész alagutat. Annyival kell tervezni, hogy ugye itt lesz egy árokrendszer is még, szóval azt még ezt bele kell kalkulálnom, hogy az a mélység az legyen. De az árok mélység szerintem az, már inkább blokkokba kéne számolni. 2, 3, 4, apa. Szerintem egy ilyen, nem tudom, egy ilyen 5 blokk, legyen 6 blokk mély az árok. Ugye az akkor annyi lesz a 6 blokk, mint hogyha itt még, 1, 2, 3, még ha fele, még a piramis még így le fog menni. És akkor utána még el fog jönni erre egyenesen. Ugye 6 blokk lesz az oldalra is. 2, 3, 4, 5, 6. És akkor utána még lesz egy egyenes plac, körülbelül 5 blokknyi, vagy 6, és utána akkor így föl fog jönni ugye a fala. És akkor eddig ki fog érni ez az egész bázis körbe. Ugye egy árok lesz, lejjebb megy a piramis, árok lesz. Gyerekek, már megint mit akartok ti be azzal komolyabban? Ez nem egy sikító zombilcsém? Uha. Gyerekek, ez a sikítós volt, nem? Baza, van sikító zombi? Vannak, baza, zombi hegyek jönnek el. Mi ez a sok zombi? Baza, nagyon sok zombi van. Bocs, nem találtak el egyből. Jó sok zombi van itt. Nem baj, legalább egy kicsit izélek, kicsit elgémberedett tagjaimat. Basz, mi a fasz ez a sok zombi? Nem, ha megint sikítós, hallod? Itt végtelen zombi mennyiség lesz. A kettő sikítós lesz, pónolt még egy sikítósot, meg még egy rajtli zombit. Ó, nem baj. Bírom én ezt. Ha meg is van a level up, jó van. Attól félek, hogy a izénbe is bemennek. Bázisba. Jó, mert nyugalom van. Nem tudunk megbetegedni? Remélem, hogy nem. Fú, ez tök jó volt, ez tetszett. Legalább egy kis levezetés volt. Na, szedjük még ettől tovább újra, vagy itt pucoljuk ki. Ja, ne haragudjatok, hogy én itt elnézzél, lesz tökölészés lesz, de ezt a bázist fel akarom húzni minél hamarabb. Jó, hát 13. nap, 14. még a 14. nap is el leszek. Szerintem azt túl fogjuk érni a második hordát ott az előző bázisunkon. Ja, nem is tudom mihez hasonlítsam ezt az ambientet, ilyen csikorgások, kicsit ilyen Terminátor. Kicsit ilyen Terminátor 2-ben voltak ilyen hangok. Meg tényleg a izébe Prometheusba. Ennyi van. 21 órakor elindulunk haza. Legalább lesz megint egy csomó alapanyagom. Az ásásból, ugye, ki kell ásnom mindenképp ugye a körbe a... Minek nevezik ezt? Árkot. Meg ugye ki kell ásnom ezt az alagutat. Ebből a kettőből lesz annyi alapanyagom, amiből fel tudom upgrade-elni cobblestone-ra az egészet. Úgyhogy ebben bízok én, hogy ez így fog megzajlani. Szóval amit kénytelen vagyok kiásni, azt fel fogom tudni használni. Oké. Na, így most már belátható ez az egész. Tök jó, még egyszer meg akarom nézni feltről, aztán indulunk is, mert már bajok lesznek, srácok. Már mondjuk most esik az eső, nem sok mindent látnék belőle. Meg itt kívül is fel tudok futni, nem? Ezt meg tudom nézni. Ugye fával is fel kell upgrade-elni, szóval az, hogy itt kivágom ezeket a fákat, az is tök jó benne, hogy fel fogom tudni upgrade-elni. Először full fára ugye fel kell, utána jön a cobblestone. A cobblestone-ból már azért el tudsz úgy boldogulni szerintem. Ja, hát itt nem sok mindent látunk, de viszont tök jó.
Ott a fák, jó. Hát minimum szerintem egy ilyen, ugye legalább egy tizenvalahány széles lesz az egész erőd. Na hát csinálunk egy olyan erődöt, hogy túléljük mindenféle támadást, és mégse azt csináljuk, hogy ilyen bagot használunk ki, mármint hogy ne tudjanak ütni blokkokat, vagy valami hasonlót. Itt lehetne ugratni gyerekek, mi? Jó, megyünk haza ilyen esős időbe. Ó, gyerekek, itt meghúrítjuk ezt a játékot, ezt becsicskítjuk keményen, nem? Majd el kell mennem nekem jobbra valamelyre. Ó, bejöttem valami nagyon szar helyre. Jó. Jó, 21 óra, 13. Figyeljetek, az a biciklit, azt irányba kéne állítani. Következő részben úgyis ott fogunk dolgozni. Úgyhogy akkor ez így lesz. Jó, srácok? Viszont most meg már jó, mert jön az esőből a vizecske. Még egy izét össze kéne dobnom egyébként. Egy, minek nevezik azt? Campfire? Itt úgy nevezik, ugye? Campfire, jó. Egy darab elég. És igen, itt most még kicsit dolgozunk, jó? Hogyha gondoljátok, maradjatok velem, mert most nem állítom meg a videót. Kicsit itt melózgatunk. Legyen az, hogy ebbe kellene nekünk, ugye az alapanyagnál van egy grillrács, meg legyen, az nem kellett volna. Legyen egy grillrács, kettő grillrácsot is be lehet rakni, az érdekes, meg egy ilyen. És akkor tudunk főzni. Alapanyagnál van nekem, szerintem rengeteg ilyenem, szelem. Úgyhogy a szemtelen szénnel tudunk fűteni, nem használunk el mást, viszont ezt is beledobom. Ja, nem, azt nem tudom beledobni. Azt hittem, hogy bele tudom. Azt hittem, el tudom égetni. Oké. Okay. Akkor nézzük a kajánál. Pillanat, ezt a murky water-eket, ezeket meg kéne csinálnom. Meg nincsen olyan alapanyag, amiből tudok valamit csinálni. Kukoricából, meg ebből szerintem tudok kaját csinálni. Meg a húsból is tudnék. Tojásom meg rohadtul nincs. Jó, nem baj. Ebben megnézzük, ebbe gyűlik ugye. Ez a dolog, ebből csinálunk. A waterből, murky waterből. Watert. Oké. Okay. Mit tudunk még? Milyen receptünk van, ami még? Tojással nagyon hadilaborálok. Ja, írtátok, hogy grillezettet csináljak, ne ilyet. Mert ez viszi le a nedvességet, ez meg nem, vagy valami ilyesmi volt. Grillezett kukoricát, ezt is tudok. Jó, legyen az is. Bár abból tudnék magot, nem? Jó, egyelőre szerintem azt engedjük el, nem nagyon fontos. Van elég kajám, meg lesz is elég kajám, szóval éjjel nem fogunk veszni. Úgyhogy tök jó lesz. Guggolunk? Guggolunk. Alapanyag elpakolási lesz, és majd a következő részre én rendet fogok rakni. Ez nem oda. Jó. A fegyóhoz kellene kiraknom dolgokat. Például ez nem kell, hogy nálam legyen. A sörétest nem akarom, hogy nálam legyen, mert nem szeretem annyira. A kajához, meg akkor legyen ez a tojás kirakva, meg ez, meg ez, meg ez, meg ez. Ezeket meg magunkkal visszük, jó? Akkor ez így épül föl. Ezt is kirakom. 390 mm-es lőszer csak elég lesz. Oké, ezeket visszük magunkkal, közben föl a kaja. Közben meg kéne nézni, hogy van-e valami skillpontunk. Van egy elérhető skillpontunk, és akkor már is azt hiszem, hogy ezt meg is tudom csinálni, ugye? Jót rakok? Jót rakok. Gyerekek, már nagyon brutálra tudunk ütni. Nem tudom megnézni valahol a mill damage-emet, vagy valami ilyesmit. Nincs olyan? Armor rating, stamina, mobility, damage 9, block damage 4. A damage az mire vonatkozik? Befolyásolja ez a fegyó? Vagy az semmi? Dimitri 43, aha itt van. Itt van a Dimitri 43-am. Azon annyit sebzek, ugye? Oké. Okay. Stamina, perszek, regeneráció. Jó, arra is rá kell mennünk, mert az is nagyon tök jó. Meg viszont van egy kis nagy problémám. Kajából nincsen kávé, ha van kávém. Kéne csinálnunk kávét, nem? És akkor ugye jobban bírnám majd a... Valakik nyögnek.
Elmegyek egy kicsit távolabb a tűztől. Ahol kevesebb a... Itt ötös a láthatóságom. Jó, ugye ne legyek a fénybe. Oké, gyerekek, figyeljetek, akkor megföl a konya. Még annyi, hogy akkor annyit csinálok, hogy kávét fogok csinálni, és akkor a következő részben elég gyorsan tudunk csinálni dolgokat. Annyi, hogy ízét, minek nevezik azt a... nem ez só? Ez. Hány eset? Három eset tudok csak csinálni, nem valami baráti, de hát ez van. Jobb, mint a semmi. Akkor kéne hozzá wood, meg bone fiber, meg kőj. Kőj. Ez. Meg wood. Oké, azt, hogy csinálok akkor egyet. Aztán akkor lesz olyanunk is, gyerekek. Craft. Nagyszerű. Erre ugye szükségünk lesz, overrel. Az alapanyagból lehet, hogy most ki fogom szedni a clay-t. Ezt a cobblestone-t. Mindjárt végignézem, hogy mi van itt még. A cementet. A cementet még nem szedem ki. Vigyük ezt is. És ezt így valahogy félre rakom, hogy tudjam, hogy ez milyen értelme van, hogy nálam van. Hogy ebből fogunk mi építkezni, és ebből fogunk különböző dolgokat készíteni. Jó. Nekem való modifikáció nincs nálam most. Úgyhogy ez van. Jó, más az nagyon nem kell. Hát ezt egyébként ezt le tudom scrapelni, mi lesz belőle? Kő lesz belőle. Jó, hát akkor az nem volt egy nagy üzlet, de hát ott rohadjon meg. Ja, ugye nekem rengeteg kő kell, és rengeteg clay kell. És abból ugye lesz a cobblestone, amiből már van 663-om. Az már egy jó dolog, mert abból azt hiszem, hogy 66 darab blokkot fel tudok upgrade-elni. Viszont fa is kellene, de most egyelőre azt kérem, hogy ásni kellene agyba főbe. Az alagútat meg kéne csinálnunk. A következő részben szerintem az lesz. Ja, majdnem maxos viszont a izénk, ennek is örülünk. Ugye ez majdnem maxos. Ez a Skull Crusher van vissza, amihoz kell 10-es szintű erő. Tehát lehet, hogy ezt még én tovább fogom vinni, bár itt már 2 pont kell, itt meg 3, meg itt 3, úgyhogy nem biztos, hogy azt érdemes. Valami stamina növelő egyébként lehet, hogy jó lenne. Valami agility dolog. Na érdekes, hogy az agility ezt növeli. Akkor mi növeli a izénket? Talán engem. Ez én Hayden nem érdekel nagyon. Mondjuk ebben is vannak jók, nem? És ingán... Living on land. Ez is jó lehet, nem? Ugye gyorsabban regenerálódsz. A legnagyobb szinten már 5 másodperceket 1 HP-t regenerálódsz, úgyhogy az is jó. Ez az Iron Gut, ez meg mit csinál? A buffok azok tovább hatnak, lassabban éhezel, úgyhogy ezek is tök jók. Ezek is jók. Ezek is jobb gyerekek. Ja, úgyhogy vannak olyan dolgok, amiket azért nem álltanak kimaxolni, tök frankó. Hogy mi nem föl. Ja, a kávére gondoltam, hogy rámegyünk. Csak ugye, majd akkor mennyi darab kávé van nálam? 6 darab, tehát akkor 6 darab kávét tudunk főzni. Ja, nem tudok berakni már többet. Jó, akkor ezeket meg kell várni, hogy lemenjenek. Mi volt ez, baze? Azt hittem, hogy valaki itt megerett az eső még jobban. Jó, el is búcsúzom, srácok, hát lehet, hogy ez nem fog megfőni, bár a kávére lehet, hogy jobban rá kellene koncentrálnom, nem? A víz az van nálam, vagy az ilyen van nálam. Jó, hát imádkozzunk, maximum akkor, hogyha 6 óráig nem lesz meg, vagyis 4 óráig, akkor majd valamit okozunk. 13. nap, holnap jönnek a zombik, mármint konkrétan holnap után, mert még van egy egész napunk, meg még egy napunk, akkor fog jönni.
Úgyhogy építkezni szerintem fogunk ezerre. Nézzétek, itt van a kis bunker, ahol le fogunk menni. És akkor és körülbelül eddig ki fog érni ez az egész komplexum még, minimum. Utána még lehet, hogy fog bővülni, nem tudom, géppuska fészkek vagy bármi, de egyelőre még ez így jó. Bázis közepe. Tök jó. Szuper! Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek. Csácsomi csőtészta.